Novák Katalin nem sokkal Orbán Viktor bejelentése után az M1-nek azt mondta, elfogadja a felkérést. Hozzátette, hogy ha megválasztják, akkor az ország első női köztársasági elnökeként Magyarországot fogja képviselni, és továbbra is a magyar családokért fog dolgozni. A köztársasági elnök jelöltségre vonatkozó megtisztelő felkérést köszönettel elfogadom. Számomra a magyar családok, a magyar gyermekek a legfontosabbak, a jövőben is értük fogok dolgozni. Az előttem álló feladathoz támasznyújtó családomból és Isten hitemből merítek majd erőt. Hogyha megválasztanak, akkor Magyarország első női köztársasági elnökeként Magyarországot fogom képviselni, és az egész nemzetet igyekszem megjeleníteni. Köztársasági elnök úr élen járt a teremtett világnak a védelmében, ez számomra is egy olyan ügy, amit szeretnék a jövőben én is képviselni, hiszen mindannyiunk számára fontos a teremtett világnak a megőrzése, és az, hogy a Földet a gyermekeinknek, az unokáinknak jobb állapotban adjuk tovább, mint ahogy azt mi megkaptuk a mi szüleinktől. Ehhez persze kellene gyerekek és unokák.